Sziasztok! Ebben a videóban folytatjuk a szürke Suzuki-nak az építését, méghozzá a műszerfal kis átalakításával. Ha esetleg lemaradtatok volna egy korábbi videóról, ahol el is mondtam, hogy mi az a szürke, meg mi az a fehér Suzuki, akkor azt pótoljátok be itt a jobb felső sarokban lévő i betűre kattintva. Röviden azért elmondom, a szürke Suzuki egy rallycrossra felkészítendő, egy rallycrosson indulandó autó, és annak az építése folyik ezen videósorozat alatt, gyakorlatilag. A karosszér éppen készülődik, bukócső által talán egyszer valaha elkészül, addig foglalkozok mással, mint például a műszerfallal, mint ahogy azt említettem. Nagyon meleg van, nézzétek el nekem! Videókedvéért muszáj még egy pólót is felvennem, pedig anélkül is bőven ellennék itt. Nem baj, úgyhogy ezt most gyorsan el is fogom mondani, és be is fogom nektek mutatni, hogyan alakíthatjátok át a gyári műszerfalat valami normálisabb kinézetűvé, ami idézőjelesen egy versenyen normálisan kinézetűvé. De értelmes volt ez. Hogy itt ez a nagy nyílás, annak kiszedtem mindent. Tehát itt volt a hűtés-hűtés vezérlő, ventilátor vezérlő, rádió, szellőzőrács, ilyesmik voltak itt. Ezeket egy az egyben mind kivettem, külön-külön nem egy az egyben. Illetve, nem látjátok, de az alján a szivargyújtós, hamutálas részt azt így levágtam, hogy így egyenes legyen az alja. És a terv az az, hogy ezt az egész nyílást, ami majdnem egy szabályos téglalap, ezt az egészet egy fémlappal beborítom. Egy alumínium lap lenne az igazi, már csak a súly miatt is, de hát ezt az autót próbálom minél olcsóbbra megcsinálni, úgyhogy az itthon lévő anyagokból dolgozok. Ami inkább fa lenne, de nem ez fa sem, hanem egy 0,8-as vaslemez. Egy kis trükk azért lesz benne, mivel görbe a teteje, ezt majd rá kell görbíteni, hogy szépen nézzen ki. De miért is kell ide ez a vaslemez? Miért nem jó lyuk? Mert ebbe az autóba kötelezően be kell építeni legalább egy kapcsolót. Méghozzá egy áramtalanító kapcsolót, ami valahol itt lesz, akárhol valahol. Valószínűleg itt lesz, ezen a részen, ennél, vagy ennél lejjebb, görbe része nem akarom ezt feltenni, mivel hogy kötelezően lennie kell egy áramtalanító kapcsolónak, amit belülről is elérve, becsatolva, beszíjazva, vagy biztonsági övvel becsatolva is el kell tudnom érni, és kívülről is működtethetőnek kell lennie. Illetve ezen kívül még kerül be nyomógomb, kerül be kapcsoló, ilyen, tudjátok, milyen kis kapcsolók meg nyomógombok, semmi extra. Ezek az autónak a többi funkcióját fogják vezérelni, mivel a gyújtás kapcsolót le kell szerelnem már a kormányzár véget, mivel el kell távolítani a kormányzárat, ezért gyújtás kapcsoló nem lesz. Ezáltal a gyújtás kapcsolónak a funkcióit, például a gyújtás ráadást, vagy az indítást, azt innen kell majd megoldani gombokkal és kapcsolókkal. És mivel hogy nekem van szélvédő az autóban, ezért az ablak törlőt és az ablak mosót is innen kell működtetnem, mivel hogy az autóban alapból se voltak bent a bajuszkapcsolók, meg már csak a súly véget is kivettem volna őket, és ugyanígy kapcsolókkal helyettesítettem volna. Ezeket meg lehetne csinálni, és hogy befurkodom ide a műanyag részbe, vagy bárhova máshova, de így jobban fog nézni szerintem. Én ebből nem adok. Ha az autó nem is megy, de legalább nézzen ki jól a műszerfala. Mert ez vissza fog kerülni az autóba, ha esetleg még nem mondtam volna. A legnagyobb súlykönnyítés az lenne, hogyha bele is raknám be. Egyébként elég nehéz, van benne egy szép nagy vasdarab keresztbe. De a műszereket szeretném meghagyni. Már a, tudjátok, olajnyomás visszőfog visszajelző miatt sem. Főleg ezekért, ami verseny közben nem hátrány. Lehet, hogy egyszer majd még kikerül belőle, lehet, hogy majd másik műszerfal kerül be, lehet, hogy egy univerzális műszerfal, amiben bele vannak építve a visszajelzők, saját felfogatása lesz, és az egész kikerül az autóból, de egyelőre marad, úgyhogy kicsit dekorálunk ide. Egyébként, amikor mondtam, hogy ez nagyjából egy szabályos téglalap, akkor úgy értettem a nagyjából, hogy ezen a részén van egy kis ív, amíg ez a része nagyjából egyenes, de ezzel nem foglalkozok, és az alján lévő nagyjából 20,5 centi, és a tetején lévő nagyjából 20,5 centi, az pontosan engem igazol, hogy az alja teteje egyforma, míg a közepén itt van egy kis görbület, nem tudom ez miért került bele, de én ezzel nem foglalkozok, szépen egyenesre vágom a levez mind a két végét,
illetve valahogyan ezt így, nem ezt, egy mérőszalagot ide az ívbe belehajtogatva, megnézem milyen hosszú. Egyébként itt van az a rész, amit levágtam, amiről meséltem az előbb. És mint ahogyan az a jó főzőműsorokban szokott lenni, elmondtam, mit kell csinálni, és bemutatom a kész darabot, ami gyakorlatilag így néz ki, és így illeszkedik ide. Tehát ennek pontosan párhuzamosak az oldalai, és nagyon szépen illik ide. Mondjuk ezen a felén szebb, mint ezen a felén, de ezzel nem foglalkozunk, mivel ez egy olyan autó. Tudom, azt mondtam, hogy legyen szép, de így is szép. Jobb, mint egy nagy lyuk. Ez a lyukak pedig, hát kicsit előre dolgoztam, így hirtelen meglódult a kezemben a fúró. Ez a négy lyuk a felfogatási pontok. Tehát az a négy lyuk, ennek a négy csavarnak a helye, ezekkel lesz rögzítve ezen a felén. Itt fönt pedig, ahogyan itt ebbe az ívbe belefeszül, beleszorul, azt tartja itt. És ez a négy pont bőven elég ahhoz, hogy ez ne billenjen ki innen, remélhetőleg. Ha nem, akkor még mindig lehet oda csavarokat rakni. Illetve még itt a hátulján, hátulról megrajzoltam azokat a területeket, ahol műanyag részek vannak, tehát ahova nem rakhatok semmit, és ez alapján szépen elterveztem, hol lesz a három kapcsoló, a két nyomógomb és az áramtalanító kapcsoló. És ugye ideértem melléjük, hogy mekkorának is kell lenniük, úgyhogy ezeket most szépen felnagyobbítom akkorára, és megnézem, minden befér a helyére. Na és miután kifúrtam a lyukakat, azért kicsit csiszolás ráfért, mivel hogy a lemezt az előszeretettel felkapja a fúró a legvégén, és meggörbíti valamilyen irányba. Nem is tudom, hogy kéne fúrni nagyobb sebességgel. Hát, mindegy. Igazából az a lépcsős fúróm, ami nekem van, az eléggé kopott már a közepet ájékán, és ezek a lyukak, ezek pontot voltak. Úgyhogy azok már elég ronda lett a végeredmény, de végére elég sima lett, és nem kéne összetapogatnom, mivel hogy ezek után az egész felületet szépen lezsírtalanítottam, alkohollal szépen áttörölgettem, azért is ilyen szép csili-vili, ha mondhatom így, karcolásokat leszámítva. Mivel ezt a felét egy kicsit kidekorálom, ha már itt vagyok, tehát nem ez az egyszerű fekete színre lefújom és mehet az autóba, a sztori lesz, az a belseje lesz. A külső felét pedig úgy döntöttem, hogy lefóliázom karbonszínű fóliával, vagy karbon mintás matricával. Valahogy így. Az ott hova megy? Na mindegy, ez érdekes volt. Szóval, karbon mintás lesz. Én szerintem ezt innen fogom kezdeni, és úgy haladok majd a hajtott rész felé. Nem akarom, hogy hajtott részen ferdén elkezdem, és végül ferde lesz az egész. Így, szép lazán. A sarkoknál pedig 45 fokos szögben bevágjuk a fóliát, pontosan a saroktól kiindulva, lehetőleg egy ekkora késsel, amikor hogyha egy kicsit többet hagyok rá, akkor lehet, hogy jobban tartana, és nem csak egy ilyen minimális csík maradna a végére. Itt a kanyarnál, mert egy kicsit máshogy néz ki, egyelőre az egyenes részt megfeszítem, rálapítom a másik oldalt is. Itt is a saroktól 45 fokban visszavágjuk, vagy legalábbis valamekkora szögben, és ezt már nem hajlíthatjuk így rá, mert ronda lesz a végeredmény, hanem viszonylag sűrűn cikcakokat vágunk bele, és azokat egyesével hajtogatjuk be, és így remélhetőleg az egész ívet szépen rá tudjuk feszíteni az anyagra. Ezt azért nézzétek el, nekem nem sűrűn csinálok ilyeneket. Végül is, akármilyen ronda is lett ez a fele, nagyjából nem számít, mivel nekünk ez a fele az érdekes, ami szerintem egész jó lett, így főleg elsőre, főleg tőlem, főleg ahhoz képest, amiben majd bekerül. Úgyhogy most már más dolgunk nincs is, mint ezeket a lyukakat újra kifurkodni, vagy kivöködni, kivagdosni, szintén ilyen kis cikcakokkal a kör mentén, mint itt, hogy szép legyen az ív, hogy szép legyen a matrica ott körülötte is. Itt mondjuk főleg, mert itt nem takarja el semmi, viszont ezeknél már igen, a kapcsolónak a saját pereme, és mehet be az autóba. És a végeredmény valahogy így néz neki. Tudom, papucsban vagyok,
Nézzétek el, mondtam, meleg van és nyár van. Szerintem eléggé célra törő, és nem fogják megkérdezni, hogy vajon miért van az ott. Én ahogy próbáltam, az ülésbe teljesen befaszírozva, nyilván nem ennyire, tehát normál esetben, ahogy az ülésben ülnék, elérem az áramtalanító kapcsolót, és minden egyes másik kapcsolót, ez kicsit nyújtózkodva, mert valahogyan az autóból kiszedve olyan érzésem volt, hogy ez az egész magasabban van, így is elérem. Nincs útba se a váltásnál, se semminél. Illetve az áramtalanító bóvdenyér abban az irányba szépen el lehet vezetni, mivel most van bekapcsolt állapotba, és így lenne kikapcsolva, tehát abban az irányba fog menni a bóvden, és abban az irányba fogják meghúzni kívülről, hogyha működtetni szeretnék. Egyelőre bekötve nincsen, illetve akkumulátor sincsen még az autóban, amelyiként itt lesz. Itt lesz, a kesztyűtartó alatt lefogatva, szépen itt mellettem, hogyha felrobban, akkor legalább lássam, mi robbant fel az autóban. Úgyhogy most egyelőre kipróbálni nem tudom, viszont egyetlen egy dolog már be van kötve, az áramtalanító. Nyilván ki fogom kötni, mert még ez az egész panel, vagy ez az egész műszerfal innen még ki fog jönni a bukócső építésekor. Ezt egyedül azért kötöttem be, mert egyértelműen annak van a legvastagabb vezetéke, és az, annak kell hely. És kíváncsi voltam, hogy vajon be tudom ezt ide tenni úgy, hogy rajta van az áramtalanító a vezeték, és egyébként simán. Ezt akár ki is jelenthetjük úgy, hogy kész van, de nem. Még egyetlen egy apró igazítást én még ejtek rajta, egyáltalán nem kötelező. Eddig is volt kötelező, ez megint csak a saját agymenésemnek a szüleménye. Nyilván nem az, hogy majd normális csavarokkal rakom össze, ideiglenesen összeszortam az egészet, hanem az, hogy fogom a kis címkenyomtatógépemet, és szép feliratokat nyomtatok ide, fehérrel, természetesen, mert miért ne, hogy mi micsoda. Nem, mintha nem tudnám, csak hát megint a kinézetre megyek rá. A matricának a súlyát már ne számoljuk bele plusz súlynak az autó súlyába. A fémle ezzel még kiegyezek. De a matricát már hagyjuk végén. És pillanatnyilag ez lett a végeredmény ennek a panelnak. A középső kapcsolónak még nincs funkciója. Terveim szerint ide lesz majd kötve az első hűtőventilátor. Mivel szeretném manuálisan kapcsolni, hát ha van egy kis esélyem, hogyha vannak melegedési problémáim, hogy mégsem melegedjen fel olyan gyorsan az autó, hogy esetlegesen egy versenybe tudjak vele fejezni, vagy esetleg nem tudom róla, hogy tönkrement volna a ventilátor kapcsoló, ezzel is megelőzzek egy motor túlmelegedést, egy vízfelforrást, ki tudja. Nagyon sok autóban használják ezt, nagyon sok autóban van ilyen a versenyen. Nyilván az ötlet onnan származik. Szerintem a lámpát azt nem kell magyarázni, ez a hátsó porlámpára vonatkozik, amit személy szerint nem akartam kapcsolósra csinálni, mivel annak mindig világítania kell, és ha van kapcsoló, akkor van mit elfelejteni, fölkapcsolni. Ez az oldal pedig egy az egyben az ablak törlőé. Van ugye egy gyors és egy lassú törlésünk, meg ne kérdezzétek miért. Igazából mind a kettőnek megtaláltam a vezetékét, melyik az is ide kábelezem majd. És hát természetesen a mosó. Egyébként ez az autó motorjára vonatkozik, amikor ebben az állásban van gyorsan megy, amikor ebben az állásban van, akkor pedig lassan. Lassú állásban állok fel a trailerre, vagy a rajthoz. Rajt után átteszem gyors állásba, és mehetünk. Középállásba meg, ne tudjátok meg mit művel, egy vadállat lesz tőle. Illetve itt ez a startgomb. Megnyomjuk. Na. Nyomjuk. Még mindig nincs akkumulátor. Úgyhogy ennyi lenne ez a kis videó, amiben bemutattam, hogy hogyan készítettek ti is, akár a saját autótokba otthonra, még egyszer mondom, otthonra, egy ilyen panelt, hogyha esetleg nincs szükségetek a rádióra és a szellőzés vezérlésre, akkor egy ilyen kis megoldással ezt szépen megoldhatjátok, vagy ha esetleg ti is autóépítésben gondolkodtok, akkor tessék egy ötlet, tessék egy módszer, ami esetleg még működhet is, hát ha még valakinek tetszik, és mégsem egy lyuk van itt a műszerfal közepén. Úgyhogy, ha nem akartok lemaradni ennek az autónak a további építős videóiról, vagy akármi másra itt a csatornán, mivel nem akarok egy bizonyos témával lekötni magamat, nem akarok egy bizonyos téma köré épült csatornát, mindegy, ez a mondat úgy kezdődött, hogy a végére azt akartam mondani, hogy akkor iratkozzatok fel, ha esetleg még nem tettétek volna meg. És addig is, sziasztok!